Kényszerű döntés, a kerületi oktatási intézmények államosításáról és a vagyonmegosztásról is tárgyaltak, amint egy 40 napi rend között a képviselők az év utolsó testületi ülésén. Köszönet és elismerés, átadták az év rendőre, az év tűzoltója és az év polgárőre díjakat. Játszi foci Kispesten is, mozgalom indult az egyesületen kívüli gyermekek rendszeres sportolása érdekében. Jó napot kívánok, Hegedűs Judit vagyok, Önök a Kispest TV heti hírműsorát látják, jönnek a részletek. Többek között a kerületi oktatási intézmények államosításáról és a vagyonmegosztásról, intézmények alapító okiratainak, illetve a fák védelméről szóló rendelet módosításáról, a talajvízkutak szennyezettségének méréséről, ennek finanszírozásáról, mintegy 40 napi rendről tárgyaltak a képviselők az év utolsó testületi ülésén. A törvény értelmében a köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei 2017. január 1-től a KLIK jogutódja az idén december 1-én létrejött külső pesti tankerületi központhoz kerülnek. Ennek megfelelően a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, a települési önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg addig, amíg a köznevelési feladatot az adott ingatlanban a tankerület látja el. A képviselőtestület állásfoglalást fogadott el arról, hogy nem ért egyet az államosítással, valamint mozgástér hiányában engedett az állami nyomásnak, és készítette el a vagyonmegosztásról szóló megállapodást. A testület módosította az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló rendeletét, mert a korábban bevezetett forgalmi érték meghatározásra vonatkozó eljárások többletköltséget jelenthetnek a lakás célú és egyéb ingatlanok eladása során, mivel az elmúlt egy évben jelentős drágulás figyelhető meg az ingatlanpiacon, és több vagyonelem, amely a korábbi értékhatár alá esett, most felértékelődött. A módosítással hatékonyabb és gyorsabb előkészítési folyamatok válnak lehetővé. A képviselők módosították az önkormányzat korábbi rendeletét a fák védelméről. A korábbi rendelet nem szabályozta a lehetséges kérelmező személyét, így amennyiben a kérelmező nem a tulajdonos, előfordulhat olyan helyzet, hogy a fa pótlása nehezen lenne elérhető. Előfordul például, hogy az építési engedély hatálya alatt nem készül el az épület, így használatba sem veszik, és félkész épület marad az ingatlanon hosszabb időre. A módosítást azt tette szükségessé, hogy amennyiben a fa kivágása megtörténik, annak pótlása így is belátható időn belül megtörténjen. Tekintettel arra, hogy az autista integráció iránti igény egyre fokozottabb, elfogadták a képviselők az árnyas óvoda vezetőjének kérését, hogy az óvoda telephelyén autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek integrált nevelését kezdjék meg. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a városban meglévő lakossági talajvízkutak szennyezettségének mérésére a 2017-es költségvetésben 2,5 millió forintot különítenek el, és ebből támogatják az illatos úti környezetszennyezésre jellemző vegyi anyagok kutatását, a kútvizek használhatóságának vizsgálatait. Mozgástér hiányában kényszer hatására fogadta csak el a kerület az iskolák államosítását, az ezzel kapcsolatos vagyonmegosztást. Erről állásfoglalást fogadtak el a képviselők a testületi ülésen. A kialakult vitában jól látszott, hogy az önkormányzatnak nincs mozgástere a kérdésben. Egy dolgot tehetnek, a kispesti gyerekek érdekében megpróbálnak jó munkakapcsolatot kialakítani az újonnan létrejött tankerülettel. Az állásfoglalást Fekete László MSZP-s képviselő frakcióvezető terjesztette a testület elé. Hát a határozati javaslat így hangzik. Kispest önkormányzatának képviselőtestülete kijelenti, hogy bár nem ért egyet az önkormányzati vagyon átadásával, és meggyőződése, hogy a jelenlegi oktatáspolitika nem szolgálja a helyi közösségek és a magyar társadalom érdekeit. Mivel nincs valódi mozgástere a kérdésben, csak kényszer alatt enged a felső nyomásnak, Coactus Fécél, mondom, hogy ez miről is szó. Indoklás. A legújabb PISA felmérés eredményei jól mutatják, hogy 2010 után a magyar oktatás úgy mélyrepülésbe került. Véleményünk szerint egyértelművé vált, hogy a magyar állam által megvalósított oktatáspolitika rossz hatást gyakorol a közoktatás színvonalára. A közelmúltban tapasztalható szülői, diák és tanári tiltakozások is ezt támasztják alá. Véleményünk szerint az iskolák jelenlegi parancsszóra történő államosítása nem szolgálja sem a helyi közösségek, sem a magyar társadalom érdekét, ugyanis erősen kérdéses, hogy a KLIK hatékonyabban tudja majd működtetni az intézményeket, mint az eddigi fenntartók.
Ráadásul aggályosnak tartjuk az önkormányzati vagyon ilyen formában történt diktátum szerint de facto államosítását. Mivel a kormány nem adott valós mozgásteret az önkormányzatoknak, és a határozat ellen fogadásával csak az elkerülhetetlent odáznánk el egy ideig, úgy azzal csak a kispesti tanárok, szülők és diákok helyzetének rendezését halogatnánk. Épp ezért Mindszenty Józsefet idézve, coactus feci, azaz kényszer alatt fogadjuk el ezt az előterjesztést. Dódics Gabriel, a fideszes képviselő frakcióvezető arról beszélt, hogy meg kell előlegezni a szervezetnek a bizalmat, hogy jól működik majd a rendszer, és kérte, hogy a vagyonmegosztás kérdéséről és az állásfoglalásról külön szavazzanak, mert utóbbival ők nem értenek egyet. Én azt gondolom és azt javaslom, hogy várjuk meg azt, hogy a KLIK milyen fenntartója lesz az iskoláknak, mert ez a folyamat, ugye, hogy képviselőtársam is elmondta, ez ugye nem a holnapi nappal kezdődik. Eddig én azt gondolom, hogy egetrengető problémák nem jelentkeztek a kispesti iskolákban, és szeretném kérni egyúttal a polgármester urat, hogy külön szavazzunk a határozati javaslatokról, így fekete frakcióvezető úr javaslatáról is. Gajda Péter polgármester az iskolák államosításával kapcsolatban ismét elmondta, hogy a kerület vezetése súlyos hibának tartja ezt a kormányzati lépést, melynek szerint a 5-6 év múlva káros, visszafordíthatatlan következményei lesznek. A legfrissebb PISA felmérések is azt mutatják, hogy az Orbán kormány oktatáspolitikája a 2010-től véghez vitt átalakítások katasztrofális eredményeket, visszalépést hoztak a gyerekek teljesítményében és az oktatás rendszerében is. Gajda Péter szerint az az 51 milliárd forint, amelyet az állam az ország valamennyi oktatási intézményének fenntartására, üzemeltetésére szán, egészen biztosan nem lesz elég. Az önkormányzat az állami támogatáson túl önerőből évente mintegy 900 millió forintot költött 13 iskolájának fenntartására, működtetésére. Ha a forráselvonásokkal sújtott önkormányzatok mostantól nem teszik majd hozzá maguk támogatását a helyi oktatáshoz, akkor az egyértelműen iskola bezáráshoz, elbocsátásokhoz vezethet. A polgármester hozzátette, hogy bár a kispesti önkormányzat nem ért egyet az államosítással, a Városháza és a tankerület munkatársai ugyancsak megfeszített munkát végeztek az elmúlt időszakban azért, hogy a vagyonkezelési megállapodás elkészüljön, és továbbra is mindenben együttműködnek a kispesti családok érdekében. Még egyszer szeretném megköszönni a kollégáimnak, illetve a GESZ-ben dolgozó munkatársaimnak, a tankerületben dolgozó munkatársaknak, illetve a tankerület vezetőjének, valamint a hivatali kollégáknak az előkészítő munkát, és remélem mindenki érzi és érti, hogy nem arról van szó, hogy mi nem szeretnénk együttműködni, annak érdekében, hogy továbbra is megfelelő színvonalon tudja majd a tankerület, a magyar állam működtetni ezeket az iskolákat, hanem azzal a politikai döntéssel nem értettünk egyet, amit már többször napvilágra hoztunk, hogy a magyar állam, illetve a központi kormányzat így módon államosította több lépcsőben a korábban önkormányzatok kezelésében, működtetésében, tulajdonában lévő közoktatási intézményeket. Ettől függetlenül én, amit már többször elmondtam, azt szeretném továbbra is ígérni, hogy maximálisan szeretnénk együttműködni a kispesti gyermekek és pedagógusok érdekében a tankerülettel, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy erőnkhöz mérten továbbra is segítsük ezt a nagyon fontos munkát. Én azt tapasztaltam, hogy a tankerület részéről is teljesen nyitott az együttműködése a vezetés is, és a kollégák is, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy közösen mégiscsak olyan történetet hozunk ki ebből, hogy nem a hátrányát fogják érezni ennek az együttműködésnek, illetve ennek a döntésnek a gyerekek, pedagógusok, hanem lesz belőle valami előnyös is, ha lehet. Az iskolák jövő év januárjától kerülnek át teljes egészében az állam irányítása alá. Újabb térfigyelő kamerákat szerelnek fel a kerületben, tovább bővítve ezzel a térfigyelő rendszert. A jelenleg működő csaknem 50 kamerához 12 helyszínen újabb 14-et csatlakoztat az önkormányzat. A polgármesteri programban vállaltaknak megfelelően zajlik a kispesti térfigyelő rendszer bővítése. Ugyan az elmúlt években biztonságosabb lett a kerület, de továbbra is gondot okoz például az illegális hulladék elhelyezés és a kisebb horderejű bűncselekmények, szabálysértések. Ezért erősíti tovább a kerület a kispesti rendészeti központot, és még idén tovább bővítik a térfigyelő kamerák számát.
A most felszerelt kamerák HD felbontásban rögzítenek, és a jogszabályok értelmében az elkészült felvételeket 8 napig megőrzik. Új kamerák kerülnek a Köki Terminál két függő folyósójára, a Vakbottyán utca felüli mozgó lépcsőhöz, a Köki Terminál tetejére, a Vakbottyán utca és a Sibrik Miklós út kereszteződésébe, a határúti 50-es villamos végállomásához, a Lehel utca Ferihegyi gyorsforgalmi út lehajtójához, a Kossuth tér és Attila utca kereszteződésébe, a Nagykörösi út és a Hoffer Albert utca kereszteződésébe, az Ady Endre út és a Hoffer Albert utca kereszteződésébe, a Kisfaludi utca 38 alatti lakóház emeletére, a Vécsei utca és a Bem utca kereszteződésébe, illetve a Simonyi Zsigmond utca és a Móri Zsigmond utca kereszteződésébe. A Városháza dísztermében köszöntötte az önkormányzat azokat a rendőröket, tűzoltókat és polgárőröket, akik idén a legtöbbet tették Kispest közbiztonságáért, a kerületben élők nyugalmáért. Idén az év rendőre Varga Zoltán rendőr főtörzszászlós, az év tűzoltója Misák Tibor tűzoltó százados, az év polgárőre Büki Katalin lett. Gajda Péter polgármester az elismerések átadásán hangsúlyozta, a kerület közbiztonságáról készült statisztikák is jól mutatják és alátámasztják azt az együttműködést, közös munkát, amelyet a helyi társszervek és az önkormányzat végez évek óta azért, hogy Kispest szerethető és biztonságos városrész legyen. Külön kiemelte a térfigyelőrendszer bővítését. Plánk Róbert rendőrkapitány példaértékűnek nevezte az önkormányzat és a helyi rendvédelmi szervek együttműködését, mint mondta, hosszú folyamat vezetett odáig, hogy ebben az esztendőben kevés volt az olyan súlyos esemény Kispesten, amely komolyabb intézkedést igényelt. Immár 5. alkalommal támogatja kispesti fiatalok továbbtanulását dr. Halász Géza, Kispesten élő vállalkozó, aki egyben a Kispesti Kertvárosi Közösség Egyesület elnöke is. Idén is összesen több mint 1 millió forintos hozzájárulást kapott 25 fiatal felsőoktatási tanulmányaihoz. Azok közül a fiatalok közül választották ki a támogatott hallgatókat, akik részesülnek a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatban, melynek keretében az önkormányzat az állammal közösen támogat diákokat. A Műszaki Egyetem volt tanára Halász Géza vállalkozásának nyerességéből immár 5. alkalommal nyújt diákonként 50 ezer forintos plusz támogatást a Bursa pályázat 25 diákjának felsőoktatási tanulmányaihoz, mondta Gajda Péter polgármester az ünnepélyes átadáson a Városháza dísztermében, ahol ismét köszönetet mondott Halász Géza önzetlen felajánlásáért. Számomra azért is különleges alkalom ez a mai nap, már 5. ilyen eset az elmúlt években, hogy itt állhatok dr. Halász Géza jó voltából, mert hogy bármilyen furcsa is, bár lehet, hogy nem az, de Kispesten nagyon-nagyon ritkán fordul elő az, hogy az önkormányzaton kívül bárki bármilyen jelentős anyagi támogatást ad fiataloknak, esetleg olyanoknak, akik nehézséggel küzdenek, vagy bármilyen rendezvényre, eseményre bizony nagyon nehéz külső támogatást szerezni. És ahogy már említettem, 5 évvel ezelőtt dr. Halász Géza keresett föl bennünket, és ajánlotta föl azt a lehetőséget, hogy közösen keressünk olyan fiatalokat, akiket ő tudna támogatni valamilyen módon a továbbtanulásukban. Erre ő el is mondta, hogy körülbelül mekkora összeg áll rendelkezésre, és akkor mi arra gondoltunk, hogy az együttműködés úgy lehet a leghatékonyabb, hogyha azokat a fiatalokat próbáljuk segíteni, akik a Kispesti Önkormányzat, illetve a Magyar Állam által most már hosszú után több mint 10 éve kiírt Bursa Hungarika ösztöndíj pályázaton részt vesznek, és így ezzel a támogatással együtt még hatékonyabbá tudjuk tenni ezt a közös segítséget. Halász Géza, aki a Kispesti Kertvárosi Közösség Egyesület elnöke is, fontosnak tartja, hogy a nehezebb körülmények között élő fiatalok közül is minél többekből legyen kiművelt emberfő, aki később maga is felelősséget vállal a közösségért. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több kiművelt fő legyen az országban, és hát a szűkebb hazámban, Kispesten is. Itt talán még fontosabb, hiszen bizonyára tudjátok, hogy Kispest
az eléggé elmaradott sok tekintetben, és ezért nem mindegy, hogy erről a területről hányan kerülnek be a felsőoktatásba, és végzik azt el, mert utóbb, mikor ugye kezükbe kerül a diploma, utána hát ugye sokkal nagyobb a lehetőségük arra, hogy segítsenek a környezetükben élőkön, hiszen ugye gondolom nem véletlen, hogy ki 3-5 évet eltölt a felső oktatásban, ott azért hát csiszolódik egy kicsit. Nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy a szakmátokat tanulás során elsajátítsátok, a társadalmi kérdésekre is legyen érzéketek, és figyeljetek oda egy kicsit, mert ez itt a kerületben szintén nagyon fontos. Fülöp Anna a Semmelweis Egyetemre jár, szülésznő szeretne lenni. Maga is mindent megtesz, hogy tovább tudjon tanulni, és minden forintnak megvan a helye a fiatal lány életében. Mennyiben tudja a család támogatni a mai diákok felsőoktatását, például az ön esetében? Hát az én esetemben azért a szüleim mindent megtesznek, amit tőlük telik, de nyilván most, hogy így nem velük élek, így megvan egy limit, hogy mennyivel tudnak havonta támogatni, és azért én is igyekszem dolgozni egyetem mellett, meg jól tanulni, hogy legyen tanulmányi ösztöndíjam, szóval megpróbálok én is mindent hozzátenni. Mi az, amiben az ilyen típusú támogatásokat be lehet építeni? Közlekedésbe, könyvek, jegyzetek beszerzésébe, a mindennapi életben? Hát legfőképpen a mindennapi életben építem be, lehet élelmiszervásárlás, vagy tankönyveket veszek én is az egyetemhez, jegyzeteket, ilyesmiket. Radics Bettina is, aki az Óbudai Egyetemen formatervező mérnöknek tanul, a mindennapokban érzi, hogy minden támogatás óriási segítség. Mennyire nehéz ma azt finanszírozni, hogy egy gyerek tovább tudjon tanulni? Hát rendkívül nehéz, mert egy szülőnek nyilván nem csak abban kell támogatnia a gyerekét, hogy nap mint nap ételt rak az asztalra, meg hogyha tudja, akkor ide-oda elviszi iskolába, vagy vissza, vagy délutáni foglalkozásokra, stb., hanem rendkívül sok plusz kiadás van, amikre amúgy az ember nem is gondol az iskolában. Nekem például kifejezetten sok, amikor beadandókat kell készíteni, és mindenféle alapanyagot meg kell hozzávenni, amik kifejezetten drágák, akkor hát elég nehéz. Szalai Balázs is igyekszik hozzáadni a családi kasszához és a tanulmányaihoz, de a sok feladat mellett csak nyáron tud pluszban dolgozni. Mire tudja fordítani azt a hozzáérlást, amit most kapott? Hát a mindennapi élethez, a ruhák megvásárlásához, főleg itt télen, illetve hát informatikai egyetem mellett nem sok idő jut így a jó létre, az életre, meg ilyesmire, és hát ezzel mindenképpen meg lehet könnyíteni azt, amit ugye más munkára tud fordítani időt délutánonként, az meg nekem az is tanulással telik, és így nehezebb pluszhoz jutni. Mit gondolt arról, amit Halász Géza mondott, hogy akkor, amikor majd megtanulta a dolgokat, mondjuk elhelyezkedett egy nagyon jó és jól menő informatikai cégnél, akkor ezt valahogy az embernek vissza kell adni, gondol-e mondjuk egy modern mecenatúrára ön is? Így szeretnék majd élni, hogy megtehessem azt, hogy én is visszaadjam azt, amit kapok. A képviselőtestület 2016-ban is csatlakozott a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. Jelenleg folyik a pályázatok elbírálása a következő támogatási ciklusra. 2015-ben 91 kispesti fiatal felsőfokú tanulmányait támogatta az önkormányzat 10 hónapra összesen 6 millió forinttal az ösztöndíj pályázat keretében. Megnyitották a KMU előtér galériájában Zálog Sándor grafikus művész Lénymesség 2 című kiállítását. A megnyitóra eljöttek nem csak a képzőművészetre fogékony laikusok, de a művésztársak, a Helikon Művészeti Egyesület tagjai és Vincek György alpolgármester is. A tárlatot Feledi Balázs művészettörténész nyitotta meg. Zálog Sándor groteszk, kedves emberszerű lényéről szóló kiállítását nyitották meg a múlt héten a KMU előtér galériájában. A folyosón függő képek első benyomásra komornak tűnhetnek, de a művész szándéka nem is az, hogy kikapcsolja a közönségét, hanem éppen az, hogy, ahogy ő mondja, bekapcsolja őket. Az én alapmentalitásom nem a
a könnyedség és a harsány vidámság, annak dacára, hogy szeretem a humort, de elismerem, hogy eléggé drámaiak, sőt, olykor tragikus felhangok is vannak a munkáimban. Hát én mondjuk szeretem akár a filmművészetben a Bergman munkáit, ugye, hát ő is hasonló mentalitás, úgy érzem, szóval ő is éppen a könnyed témákat és könnyed módon dolgozik, vagy akár a Kondor Bélát, vagy Kokas Ignác, de akár az Egon Schiele, ő is ezekre. Tehát valóban nem tagadom, hogy én nem vagyok egy túlzottan derűs személyiség. Az emberi viszonyok, alá- és fölérendeltség, szervilitás, függés, ezek állnak a művész fókuszában. A téma és a magas színvonalú szakmaiság eredménye a falon függő, 15 részletgazdag, mélységekkel bíró kép, amely ide vonza mind a laikus műkedvelőket, mind a kollégákat. A tárlatot Feledi Balázs nyitotta meg Kaspar Dávid Friedrich német festőművész gondolatával. A festőnek nem azt kell megfestenie, amit maga előtt lát, hanem amit belül lát. De ha saját magában belül semmit nem lát, akkor azt se fesse le, amit maga előtt lát. Ez egy rendkívül fontos gondolat, döbbenetes, hogy ezt Friedrich már a 19. század fordulóján megfogalmazta. Nagyon erősen veti föl azt a dilemmát, ami csak tulajdonképpen 50-60 év múlva erősített fel az európai művészetben, az érzékiség, a látott és a szellemi, a gondolatinak a fontossága a művészetben, konkrétan a festészetben. A köznapi ábrázolásnak az elkerülése, a festő személyiségének, mélységeinek a föltárása, az ábrázolásból tehát egyre inkább befelé a belső tartományok keresése. Azt gondolom, hogy Friedrich gondolata amúgy is nagyon fontos, de nagyon fontos itt és ma. A kiállításról, melyet január 26-áig tekinthetnek meg, bővebben jövő heti magazinunkban számolunk be. A kispesti Vas Lajos általános iskolában rendezte meg az önkormányzata a Játszi Foci mozgalommal közösen a Játszi Foci Mikulás Kupa Kispest elnevezésű sportesemény december 10-én. A Játszi Foci egy új mozgalom, amely már Kispestre is elérkezett. Az egyesületen kívüli gyerekeknek biztosítanak sportolási lehetőséget. 10-12 éves fiúk és lányok küzdöttek az önkormányzat vándorkupájáért. Nagyságrendileg 120 gyermek mintegy 12 csapatot alkotva küzdött meg egymással a Játszi Foci Mikulás Kupán. A csapatok először csoportban mérkőztek, majd következett az egyenes kieséses szakasz. A csapatok érdekessége az volt, hogy több csapatban fiúk és lányok vegyesen szerepeltek, de akadt olyan csapat is, amelyben kizárólag lányok játszottak. A Játszi Foci egy új mozgalom, amelynek pontosan az a lényege, hogy az egyesületen kívül játszó gyermekeknek adjon lehetőséget. A játszikupának az a történetét olyan gyerekek kerülnek ebbe a rendszerbe be, akik valamilyen egyesületig nem tudnak eljutni akadémiákhoz, ugyanakkor kedvelik ezt a sportot. Csellengenek a lator telepek környékén, egyébben máshol, és ezeket karolja fel ez a fogalom, és ezért kerültek ki ők is ide, és ahogy látjuk, egész komoly gyerekek vannak már itt, egész tehetségesek, de a legfontosabb, legyen egy helyük, ahol tudnak sportolni, együtt lenni. A tornán a harmadik helyért a Diósgyőr és a Ladány Bene csapata játszott, végül pedig az utóbbi fiúkból és lányokból egyaránt álló csapat szerezte meg a bronzérmet. A döntő egyoldalúra sikerült, a Vasas 4-0-ra győzte le a Csepel csapatát. Az eseményen Kertész Csaba alpolgármester adta át a díjakat és a külön díjakat. Nagyon jó hangulatú volt, mi a magunk részéről elláttuk a gyerekeket egyéb tárgya, illetve egyéb más dolgokkal is, vízzel, pogácsával, zsíros kenyérrel. Úgy láttam a jó részt magunkat, és szerintem mi jövőre ugyanígy adunk ennek egy lehetőséget. Mi ebből szeretnénk Kispesten a Játszi Foci Mikulás Kupából egy évente megrendelő tornát lebonyolítani, és remélem, hogy jövőre is legalább ennyien fognak jönni. A legtöbb gólt szerző játékos, tehát a gólkirályt, a legjobb mezőny játékost, a legjobb kapust és a legsportszerűbb játékost külön is díjazták, a győztes csapat pedig megkapta az önkormányzat vándorkupáját. Milyen volt ez a mai torna, hogy éltétek meg, mennyire tetszett? Hát egy picit fárasztó volt, de szerintem nagyon jó lett. Ugyanaz, nagyon jó játszottak ők is, hát nagyon jó játszottak, nem tudok mit mondani. És milyen élmény volt megnyerni ezt a mai tornát? Szerintem nagyon jó élmény volt, remélem, hogy jövőre is lesz ilyen. Mindenki azon van, hogy legyen folytatás, úgyhogy bátran kezdjenek el a gyerekek a Játszi Foci keretein belül játszani.
Rendhagyó énekórán vehettek részt a Kós Károly általános iskola és a Reménység katolikus általános iskola diákjai a Kámóban, ahol a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati pénzből látták vendégül a Garabonciás együttest. A dalok ezúttal a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódtak. Ünnepi hangulat, várakozás, készülődés. A Garabonciás együttes nem először lép fel a Kámóban, és mindig az alkalomhoz illő repertoárral készülnek. Ez egy ünnepi készülődés. Téli dalokat hoztunk, Mikulás nótát hoztunk, vers megzenésítéseket, népdalokat, és hát karácsonyváró, adventi és egyházi énekeket. Miért fontos ez a gyerekeknek? Én azt gondolom, hogy a december közelette az önmagában a gyerekek számára egy nagyon fontos időszak. Tehát jön a tél, jön a Mikulás, jön a karácsony, ajándékozás, játék, jön a téli szünet. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekek ilyenkor nagyon-nagyon kiéhezettek mindenféle olyan dologra, ami az ünnepekhez kötődik. És annak nagyon örülünk, hogy már nem először vagyunk itt, és nem először találkozunk ezekkel a gyerekekkel. Márciusban volt egy műsorunk, március 15-e kapcsán, és nagyon jó volt újra látni a gyerekeket, amilyen lelkesek voltak, amennyire csillogott a szemük, és amennyire jól együtt tudtuk működni a koncert alatt. A Garabonciás együttes a zenét és a költészetet ötvözi, és vallják, hogy ez segíthet abban, hogy az irodalom, a versek újra közelebb kerüljenek a gyermekekhez és a felnőttekhez is. Műsoraikban szívesen játszanak népdalokat, saját zenei stílusukhoz igazított feldolgozásokban. A muzsikálás mellett az együttes tagjai megismertetik a gyermekeket a zeneelmélet alapjaival is, bár sokan szerencsére már tisztában vannak ezek egy részével. Megtanuljuk, hogy mi az, miből áll a dal, mik a hangok, mi az ütem, stb. De ezt tudják a gyerekek egyébként, mindezt játékosan. De ez csak egy picike része, egyébként olyan, mint egy koncert, de azért mindig talán többet kommentáljuk, vagy kommunikáljuk azt, amit csinálunk, elmondjuk, hogy ez egy vers, és ezt mi megzenésítettük, és akkor ez egy zenés vers lett ebből. Ha népdalokról van szó, akkor azt is elmondjuk, hogy ezek melyik tájegység népdalai, és mi hogy alakítottuk azt át. Meg hát azért megpróbálunk vidámok is maradni, mert egy ilyen teljesen vérkomoly feszültségekkel terhes koncertet nem szeretnénk azért csinálni. Számtalan, sokszor sokak számára talán még ismeretlen hangszert is bemutatnak a rendhagyó énekórák alkalmával a koncertre ellátogató gyerekeknek az együttes tagjai. A hangszereink zömét, illetve egy részét mondjuk inkább így a népzenében is lehet látni, tehát furulya, hegedű, nagybőgő, és ami nagyon hangsúlyos nálunk a gitár. Tamásnak a gitárjai alapvetően meghatározzák, hogy milyen hangulata van a dalnak, illetve milyen hangulatot szeretnénk neki kölcsönözni. Tehát máshogy szól Tamás kezében egy gitár a komolyabb daloknál, és máshogy egy könnyedebbnél. Aztán ritmus hangszereink vannak, és nagyjából a mandolina, el ne felejtsem, az egyik legfontosabb, nagyon szeretjük, tambura is. Hegedű, nem, többféle furúja, ahogy láttattuk, fafurúja, meg műanyag furúja, úgynevezett blokkflőténk is vannak. Úgyhogy nagyjából ezek most csak hárman vagyunk, időnként azért többen is szoktunk lenni, akkor többet el tudunk hozni. Úgyhogy nagyjából ebben merül most ki a hangszerpark. Körös Emma fuvolán, Vida Emma hegedűn játszik. Mindketten szeretik a zenét, mindennapjaik része. Milyen volt ez a rendhagyó énekóra? Mi tetszett benne nektek? Az, hogy megtanultunk énekeket, és hallgathattuk a zenét. Sok hangszert megismertünk, és igazán vidám volt. Én járok is hangszert tanulni. És milyen hangszeren tanul? Hegedűn. És te? Hola. Fuvola. És mióta tanultok? 2 éve. 3 éve. És miért szeretitek a hangszereket? Miért jó ezen tanulni? Hát milyen különleges hangja van, és ilyen szerintem jó. Én azért szeretek, mert jól érzem magam a hangszeremmel. Az iskolában 2 énekóra van hetente, és többen járnak szolfézsra is, már az alsó tagozatokban is. Mindazonáltal pótolhatatlan az interaktív zenei élmény. Közösségi élmény mindenképpen. De nagyon fontos, hogy ne csak az iskola falain belül kapják meg az élményeket. A Garabonciás együttes rendhagyó énekóráján mintegy 400 gyermek vett részt a 2 iskolából. Jövőre, március 15-én az Opsitos zenekar várja majd rendhagyó énekórán a gyerekeket.
Önök a Kispest TV heti hírműsorát látták. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a 0670-671-1919-es telefonszámon, vagy az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten, a www.kispesttv.hu-n. Köszönöm a figyelmüket, de tudják, most jön a magazin, maradjanak velünk. Üdvözlöm Önöket! A magazinnal folytatjuk a Kispest TV adását. Nézzük, milyen témákkal készültünk. 40 éves a Szabó Ervin könyvtár kerületi fiókja. Ünnepi programmal köszöntötték a születésnapot. Gyógyítják a fellépők és a nézők lelkét a művészet, a mese és a játék segítségével. A KMO rendszeres vendége a Tártkapu Színház. Keddenként mindenki újra fiatal. Zenés, táncos délután a nyugdíjasoknak a Kispesti kaszinóban. Az iskolák államosításának káros következményeiről, a nagyon rossz eredményt hozó PISA felmérésről is beszélt Burán Sándor országgyűlési képviselő a fogadóórában. Az évet értékelve és a jövő esztendő feladatait áttekintve tett említést a nyugdíjasok helyzetéről is. Az év vége közeledik, úgyhogy mindenki egy kis számvetést, egy kis visszatekintést készít. Hogyha a parlamenti munkát tekintjük, akkor mit lehet elmondani erről az évről? Nem sok jót tudok elmondani, az az igazság. Tehát egyre rosszabb hagyományokat követ az országgyűlés. Egyre kevesebb az érdemi vita. Egyre sűrűbben beszélnek el a képviselők egymás mellett. És hadd legyek őszinte, ebben a kormánypárti képviselők viszik a prímet. Tehát valamilyen furcsa észjárás van náluk. Bármiről van szó, ők mindig ugyanazt hajtogatják. Tehát mint egyszer be kellett volna tanulniuk 6-10 mondatot, akármilyen napirend, akármilyen törvényt tárgyalunk, akárhogy vitatkozunk, ellenérvek nincsenek, csak ez a 6-10 mondat. Egyre jobban kiüresedik, ez nem jó tendencia. A másik nem jó tendencia az, hogy a kormány teljesen rákapott arra, hogy az utolsó pillanatban kész helyzet elé állítják a képviselőket. Nincs idő egy törvényjavaslat alapos megtárgyalása, egyébként emiatt elég sok selejt van közte. Friss példát mondjak, ma házbizottsági ülésen a kormány jelezte, hogy jövő héten hétfőn beterjeszt még 3 olyan törvényjavaslatot, amiről kedden már szavazni akarnak az országgyűlésben. A tartalmát, a címüket nagyjából ismerjük, de a tartalmát részleteiben nem majd hétfőn fogjuk úgy megismerni, hogy kedden már döntést kéne hozni róla. Tehát semmilyen szakértői háttérmunkát nem lehet végezni? Semmilyen szakértői háttérmunkát nem lehet végezni. Na most ez nem megy. Ez nem csak az a baj, hogy az országgyűlés tekintélyét lejáratja, az a baj, hogy az ilyen félsz munkáknak előbb-utóbb megvan a következménye. Ez egy nagyon rossz tendencia. Úgyhogy furcsa módon eszembe is jutott a PISA felmérés a mai országgyűlési vitában. Ugye ez a PISA felmérés azt hozta ki, hogy a magyar diákok a tanultakat nem nagyon tudják alkalmazni, és lehet, hogy lexikális ismeretekből jók, de például szövegértésben nehézségeik vannak. Talán soha nem volt ilyen rossz. Hát talán még soha nem volt ilyen rossz. Na most ma azt mondtam az országgyűlésben, hogy ezt a felmérést ki kéne terjeszteni a képviselőkre is, mert szemmel látható, hogy több képviselőtársamnak szövegértési problémái vannak, egyszerűen nem értik, amit mondok, pedig magyarul beszélek. De ez már a bizottsággyűléseken is így volt. Egy szó, mint száz, nem megy jó irányba a politikai élet, és nem csak a törvények megtárgyalásának körülményei rosszak, ez lehet egyéni sírám, hát ez a munkánk végezzük, nem mindenkinek jók a munkakörülményeim, és vagy pont az országgyűlési képviselőknek legyen az. De az a baj, hogy tartalmilag is rossz irányba mennek ezek a törvények. Bármiről van szó, akár a vállalkozások világáról, akár a dolgozók világáról, azt tapasztaljuk rendre, hogy a legnagyobb vállalkozások, a legjobb helyzetben lévő vállalkozások vannak előnyös helyzetbe hozva a kis vállalkozások kárára,
az alkalmazottak körében pedig a legjobban keresők kapják a legtöbb kedvezményt, ellentétben a legalacsonyabb keresőkkel. Ez egy nagyon rossz társadalom filozófia, abba az irányba visz, hogy lesz egy 20-30%-nyi felső rétege az országnak, akik jól élnek, legyen szó vállalkozásokról, legyen szó alkalmazottakról, és mindenki más az alig él meg hó végén már a fizetéséből. Ez drámai romlást hozott az életkörülményekben. Bármilyen szeletét nézzük, egymás után jönnek ki a felmérések, akár a lakáshelyzetet nézzük, borzasztó állapotban vannak a magyar lakások, a magyar emberek 40%-a elképesztő körülmények között lakik. Ha megnézzük a szegénységi mutatókat, akkor a családok 30-40%-ának napi megélhetési problémái vannak. És a foglalkoztatás javult? Papíron. De ugye a foglalkoztatási adatokkal az a probléma, hogy belemérje a külföldön dolgozókat, belemérje a közmunkásokat. Ezzel a kettővel javultak a foglalkoztatási adatok. De azt a kettőt levesszük belőle, akkor a javulás az már nagyon-nagyon szerény mértékű, és nem egy tényleges javulás. Inkább stagnálásról beszélnék. Mi az, amit esetleg mindemellett mégis eredményként tud említeni az elmúlt időszak, az elmúlt év munkájából? Az országgyűlésben összetésze olyan törvényt nem tudnék mondani, ami vitán felülálló módon előrevitte volna az ország ügyét. Minden olyan érdemű törvény, ami nem nemzetközi egyezmény, nem uniós kötelezettségekből fakad, az mindezt a tendenciát erősítette. Akinek jó meccsora, annak még jobban fog menni a jövőben, aki nehézségekkel nézett szembe eddig, az a jövőben még nagyobb nehézségekkel fog szembe menni. Ezt megpróbáljuk mindig módosító indítványokkal javítani. Mondok egy friss példát, tegnap is beadtunk módosító indítványokat az adótörvényekhez, pont annak az érdekében, hogy a kisvállalkozók jobb helyzetbe kerüljenek, ne fizettesse meg velük a kormány a nagyvállalkozóknak adott kedvezményeket, és a minimálbér emelésnek az árát lényegében a kisvállalkozókkal fizetteti meg. Mi úgy tettünk javaslatot nettó 100 000 forint minimálbérre, hogy ez közben a kisvállalkozások terhei nem nőttek, hanem még egy picit csökkentek is. Igaz, mi a legnagyobb vállalkozásoknak nem adtuk volna meg azt az adókedvezményt, amit most a kormánytól megkaptak. Hogyha a szűkebb lakókörnyezetünket nézzük, Kispestet, akkor mit lehet mondani az évről? A kispesti képviselőtestület mindent megtesz annak érdekében, hogy Kispesten ne ez a politikai káosz uralkodjék, hanem lehetőség szerint egy kiegyensúlyozott fejlődés jellemezze Kispestet. Egyrészt itt a képviselőtestület a lehetőségei határain belül mindig is nagy gondot fordított arra, hogy a legrosszabb helyzetben lévőket segítse valamilyen módon. Ez a tendencia hál' Istennek megmarad. És ami nagy előnye Kispestnek, hogy a területfejlesztés, a parkoknak a fejlesztése, szépítgetése, itt egy hosszú évek óta tartó folyamat ennek érdekében, ennek következtében Kispesten egy élhetőbb városrész jött létre, mint ami volt mondjuk ezelőtt 7-8 évvel. És itt talán a politikai légkör is sokkal jobb, mint az országgyűlésben. Jó, lehet, hogy az utóbbi már nem egy nagy összehasonlítási alap, és bár itt a képviselőtestületben is vannak viták, időnként méltatlan viták is, mégis ha az ország egészét nézem, vagy az országgyűléssel jellemző színvonalat nézem, akkor azt kell mondanom, hogy Kispesten a politikai viták sokkal konstruktívabbak, és sokkal inkább szolgálják a fejlődést, mint a politikai acsarkodást. Hogy a következő időszakot nézzük, mik lesznek a legfontosabb kérdések, amik mellett mindenféleképpen ki szeretne állni a következő évben is? Hát én személy szerint mindig is a kisvállalkozások, a munkavállalók érdekét próbáltam érvényesíteni. Egyre inkább muszáj a nyugdíjasokkal is törődni, főleg az alacsony nyugdíjasok esetében, alacsony nyugdíjak esetében komoly korrekcióra lenne szükség, és erre úgy látszik a kormány nem hajlandó. Mondok egy példát, miközben a Magyar Nemzeti Bank inflációs prognózisa lényegesen meghaladja az 1%-ot, aközben a kormány hivatalosan még mindig csak 0,9%-os nyugdíjemelésre tett javaslatot jövő évben, és ezért például az MSZP módosító indítványa 3,2%-os nyugdíjemelést javasol, de hosszú távon valószínűleg még ez is kevés lesz. Kell egy kisnyugdíj felzárkóztatási program annak érdekében, hogy akiknek 60-80 ezer között van a nyugdíjuk mondjuk, azok esetében ne legyen ilyen sanyarú a helyzet, mint amennyire jelenleg sajnos erről kell, hogy beszéljünk. A
oktatásban előrelépés kellene, ez a rendszer ez nagyon rossz irányba megy, túl van központosítva, a tantervek rosszak, a diákok túlterheltek, és ráadásul, mint a friss felmérések mutatják, más vonatkozásban már említettem az előbb, egyszerűen csak a leszakadásunkat erősíti, ahelyett, hogy a felzárkóztatásunkat szolgálná. Versenyképes tudásra van szüksége a fiataloknak, mindenki erről beszél, a mostani iskola rendszer ezzel a merev központosítással pedig pont az ellenkezőt fogja eredményezni. Ezen is változtatni kellene. És egyébként meg minden olyan ügyben, Hiller képviselőtársammal együtt hallatjuk a szavunkat, hogyha valamit helyben megoldásra vár, és a kormány hatáskörébe tartozik. Mondok egy példát, a Köki ügyében interpeláltam, hiszen ott a vasútállomás az borzasztó állapotban van, egészen áldatlan a helyzet, és hát a válaszban azt kaptam, hogy egy-két éven belül maga a kormány ezt a felújítást el fogja végezni, mert tényleg tartatatlan állapotok vannak. Miközben a bevásárló központ a felújított része jól néz ki, bár mindent le lehet lakni, sajnos egy kicsit le is lakják a kökét, aközben mondjuk a vasútállomás része, az meg ilyen múlt századi állapotokat mutat, leromlott ócska állapotok vannak, ez egészen egyszerűen méltatlan Kőbányához, méltatlan Kispesthez is, és mindenki ez, aki ott átutazik, hiszen Budapest egyik legnagyobb forgalmú helyéről beszélünk, vasútállomással, buszvégállomásokkal, metróvégállomással, ez egy nagyon forgalmas hely. Várjuk akkor ezt a fejlesztést, mint ahogy a többit is, önnek pedig boldog békés ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen, és önöknek is, és minden kedves nézőnek boldog karácsonyt kívánok, és boldog új évet, hiszen valószínűleg ebben az évben már ebben a formában nem találkozunk. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Egésznapos rendkívüli nyitvatartással, negyedéves ingyenes beiratkozással, retro kiállítással, játékokkal és 1976-os lágerekkel, valamint különleges tombolával és zenés születésnapi műsorral ünnepelte alapításának 40. évfordulóját a kispesti Üllői úti könyvtár. Épült 558 négyzetméter alapterületen. Körülbelül 60 ezer könyv van itt a helyszínen, ebből mindegy 16 ezer kötet könyv a gyerekkönyvtár anyaga. Az esti születésnapi ünnepség egy filmvetítéssel kezdődött. A közel 40 éves filmrészletben Fukán Viktória egykori könyvtárvezető mutatta be az akkor frissen megnyílt könyvtár egyik új szolgáltatását, a hanglemezek gyűjtését és hallgatását. Ezután Popovics Beatrix könyvtárvezető köszöntötte a vendégeket, közöttük Kertész Csaba alpolgármester, dr. Fodor Pétert, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatóját, valamint a régi és új kollégákat, olvasókat. Kertész Csaba köszöntőjében felidézte a fővárosi könyvtár alapítását, majd a könyvtárakhoz fűződő személyes emlékeiről beszélt. Dr. Fodor Péter köszönetet mondott a könyvtár egykori és jelenlegi munkatársainak, valamint Kispest önkormányzatának a könyvtári programok megvalósításához nyújtott támogatásért. Köszöntőket követően Csonka Gábor és barátai 40 perc alatt a világ körül címmel adtak koncertet, ahol klasszikus műveket és filmzenéket adtak elő. Ezután a vállalkozó kedvű résztvevők tombolán vehettek részt, ahol ingyenes jegyekért cserébe különleges nyereményeket kaptak. Például utcácskákat neveznek el róluk a polcsorok között, beláthatnak a pult mögé, vagy éppen bevezették őket a raktár rejtelmeibe. Az ünnepi torta felvágása és a pezsgőbontás közben Csonka Gábor zongorázott, a születésnap zárásaként pedig ismét felcsendültek a lemezjátszón a 40 évvel ezelőtti slágerek. 1977-ben a kispesti könyvtár állománya 50 ezer kötet volt. Ezen kívül hazai és külföldi folyóiratokat olvashattak és hanglemezeket hallgathattak az ide látogatók. Jelenleg több mint 35 ezer kötet és több mint 1500 hang- és videóanyag található a könyvtárban. Egy ilyen kerek évszám nagyon fontos egy könyvtár életében. A kispestiek életében milyen szerepet játszik ez a könyvtár, és mondjuk milyen változásokon ment át mondjuk a funkciója?
Hát átalakultunk szerintem egy ilyen közösségi térré, hogy most már nem csak író-olvasó találkozók vannak, nem csak kölcsönözni lehet, hanem van a társasjátékklub például, lehet beszélgetni, találkozni, ismerkedni, és van biblioterápia, ami szerintem nagyon sokat segít majd annak a 10-12 embernek, aki eljár. És hát januártól, na jó, akkor elárulom a titkot, lesz egy hölgyeknek önképző, nőképző előadássorozat. És továbbra is megy akkor majd a kerekítő foglalkozás gyerekeknek. Valahogy be kell vonzani az embereket, azzal, hogy csak könyvet lehet kölcsönözni, az nem biztos, hogy olyan jó ötlet, hanem valami újat, ilyen meghökkentőt kell csinálni, mint a olvasók paradicsoma volt, amikor itt paradicsomot, paprikát neveltünk. Mindig valami újat ki kell találni, hogy bejöjjenek. A könyvtárban az évek alatt már nagyon sok vendég megfordult, többek között Müller Péter, Vámos Miklós, Talmácsi Gábor, Bartos Erika, Cseh László, Jókai Anna, Váncsa István, Lackvi János, Erős Zsolt, Szendi Gábor, Dragomán György, Garaci László, Kollár Klemenc László és Erdős Virág is. Sok minden történt az elmúlt 40 év alatt a könyvtárban. Többek között 1997-ben egy nagy beázás nehezítette meg az intézmény életét. A könyvtárat 2006-ban újították fel, ekkor nyerte el a mai formáját. Ennek kivitelezésében anyagilag nem csak a főváros, hanem a kerület is jelentősen részt vett. 2012-ben cserélt helyet a kézikönyvtár és a gyerekkönyvtár, így a gyerekek nagyobb helyet kaptak, több könyvet tudnak számukra rendelni. Az Üllői úti könyvtár az 1904-ben alapított fővárosi Szabó Ervin könyvtár tagkönyvtára. A központi könyvtár ellátja a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait, országos szakkönyvtárként részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban. Azt gondolom, hogy mindenkinek, minden ember életében fontos, amikor betölt egy életkort. Egy könyvtár történetében ez különösen azért izgalmas, mert nem önmagában azért érdekes, mert 4 évtizede szolgálja a Kispest lakosságát, hanem azért sokkal inkább, mert az emberek, most már így nyugodtan mondhatjuk, generációk, nemzedékek jártak ide, akik annak idején 1976-ban gyerekként léptek ide be, ma már azért döntően szülők, esetlegesen nagyszülők, és ők hozták hozzá a gyerekeiket, unokáikat. Azt hiszem ez a fajta folytonosság ki is fejezi a könyvtárnak az alapvető küldetését. Nevezetesen azt, hogy nem csak azért szeretjük a könyvtárat, mert olvasni jó, hanem azért is szeretjük a könyvtárat, mert itt az utóbbi évtizedeknek a nagy változásai, amik elsősorban az informatika világában megjelentek, fölértékelődött az, hogy könyvtár van, és a könyvtárban a könyvek mellett ma már virtuálisan is lehet a könyvtárat használni. Azt hiszem, hogy az Üllői úti könyvtár, Szabó Ervin könyvtárnak azon könyvtárai közé tartozik, amelyet az olvasói, a használói, a látogatói nem csak ismernek, hanem szeretnek is. Ez kifejeződött a könyvtárosaink iránti tiszteletbe, megbecsülésbe, és ez úgy gondolom kölcsönös, a könyvtárosaink is szeretik az olvasóikat. A Szabó Ervin könyvtárnak nagyon jó kapcsolata van az önkormányzatokkal, így a 19. kerületi önkormányzattal is. A kerület évi 300 ezer forinttal támogatja az Üllői úti könyvtárat. A pénz programokra költhetik. Miért fontos Kispest életében az Üllői úti könyvtár? Hát szerintem mindenki életében fontos, nekünk különösen, hiszen ez egy olyan helyet biztosít, közösségi helyet. A gyerekek, felnőttek, mindenki megtalálhatja maga kis zugát, le tud ülni, kezébe vesz egy folyóiratot, könyvet olvas, játszik, zenét hallgat. Tehát azt gondolom, a mai életben egyre nagyobb szükség van erre, hogy az ember kikapcsolódjon egy nyugodt helyen, és ezért büszkék vagyunk erre a könyvtárra. Ez 40 éve itt van, nagyon sokat fejlődött, és ez mindenképpen szolgálja a kispestieket. Azt szoktam mondani, hogy a mai könyvtár olyan közköztár, tehát mindent a közösségért, tehát közösségi terek vannak itt, és ezért fontos a mi számunkra. Támogatjuk minden évben az
anyagi lehetőségek képes, és ezután is fogjuk támogatni. A könyvtárak funkciója szerepe az elmúlt években sokat változott. A hagyományos szolgáltatások biztosítása mellett egyre inkább közösségi térként is működnek, és minden korosztály számára kínálnak változatos programokat. Egy korszerű könyvtár egyszerre klasszikus értelemben vett bibliotéka és virtuális könyvtár is, hiszen a könyvtári katalógusokat, adatbázisokat, információforrásokat a nyitvatartástól függetlenül lehet használni. Az itt dolgozók számára továbbra is a legfontosabb az olvasók, könyvtárhasználók, látogatók elégedettsége. Ötödik alkalommal írta ki a Környezetvédelmi Bizottság a Városi Ember és a Környezet című fotópályázatot, amelyre általános és középiskolások munkáit várták. 5 évvel ezelőtt Lőrinci György indította el ezt a versenyt azzal a szándékkal, hogy minél több fiatal vegye észre, figyelje meg és örökítse meg a kerület szépségeit. 62 fotóból válogatta ki a zsűri a legeredetibbeket, ember és környezet, az élő természet képbezárt pillanatai és környezetvédelem kategóriákban. A munka élvezetes, de nehéz is volt, mert a gyerekek képeinek többsége érzékeny, ötletes, és főleg, hogy egy saját önálló látószögből fogant alkotás. Van a zöld, vagy a szebb kispestért környezetünkért pályázat az iskoláknak, meg az óvodáknak is. Próbáltuk még jobban a környezetvédelemre ezzel felhívni a figyelmet, és illetve ráirányítani a figyelmet a gyerekeknek, hogy ők is a környezetüket jobban megismerjék és lássák, ami szép belőle. Igaz, hogy ma már bárki bármikor annyi képet készített mobiljával, amennyit csak akar, utána pedig kiválaszthatja a legjobbakat. A jó szemet, az érzékenységet, a jó ízlést és arányérzéket nem pótolhatja semmi. A képesség, hogy meg tudja valaki a lényegest fogni, ki tudja választani ezt a kompozíciót, amelyik a legjobban kifejezi mondani valóját, vagyis képes meglátni a valóságban a képet, amellyel el szeretne mondani valamit a környezetének, ez szükséges ahhoz, hogy egy jó fotó létrejöjjön, mondta Horváth Tamás festőművész megnyitó beszédében. A fotós több szerepben van, először felfedező, értelmező szerepben, aztán mesélő és ítélkező szerepben, aztán létrehozza a képet, ezután már a néző szerepébe kerül. Az ő alkotása a kép a falon, de már tőle függetlenül létezik, és el kell a kezét engedni. Szilas Kincső két kategóriában is első díjat kapott. Mi érdekel téged? Mi ragadja meg a figyelmedet? A legjobban a kontrasztokat szeretem, a különleges fényeket, a csillogást, és ez annyira szép, amikor ez a természetben mutatkozik meg. Hogyan születtek a képek? Hát ez minden évben elmegyünk egy nap, amikor körbejárjuk Kispestet, és megnézzük azokat a pillanatokat, ahol ami éppen megfog, vagy éppen több nap, egy borultabb nap, egy fényesebb nap, és rengeteg képet csinálok, hazamegyek, és megnézem, hogy mi volt a legjobb. És mindig a legjobbat küldjük be. Kivel szoktál körbejárni Kispesten? Édesanyámmal mindig körbe megyünk. Több szem többet lát, vagy ő esetleg szakmabeli? Nem, ő sem szakmabeli. Ő csak az, hogy megmondom, hogy hova menjünk, és ő pedig elvisz. És amikor ezekre a képekre rábögtél, és azt mondtad, hogy ezek akár díjnyertekesek is lehetnek, mit gondoltál, miért? Szerintem ez mindegyik képben más, mindegyiknek van valami egyedisége. Van amiben az, hogy valamit már kidobnánk, és egy elkorhat fatörzs azt például már csak ott van, és semmi haszna nem lenne, de valaki virágot ültetett bele, ami miatt egy új funkciója lett, és megújult, pedig már halott volt. És így szinte újraéled. És a szívecskés, ablakos? A szívecskés ablakos, ez pedig ugye ott a kuka, ami az újrahasznosítás jelképez, illetve hogy ott a szíves ablak, tehát szeretnek újrahasznosítani. A növények, az állatok és az emberek, de itt van az épített világ is, amint élőket magunkhoz ölelik, mint például Varga Enikő csobogó szökőkútja. Balatoni Viktória rafinált tükröződéssel játszó pillanata. Horváth Zita házba költöző borostyánja és egy gumiabroncs új élete. Szilas Kincső virágjai és figyelmeztető üzenete. Vízi Veronika szép szomorúsága.
Kratochvíl Réka képzett társításra ösztönző termésképe. Mátrai Hajna Csilla festői szemétpartia. Benkő Nóra makróképei egy mikrovilágról. Balog Maja, Pöndör Krisztina behízelgő virágai. Kocka Dóra öntudatos tündérlánya. Juhos Kis Csaba, Nagy Levente, Kratochvíl Balázs, Meskó Dóra, Pájka Ingrid, Réső Dániel, Szőke Zoltán, Kovács Zsófia szeretetteljes állatképei, rólunk szóló mesék. Hogyan születtek a képek? Épp arra jártál, vagy? Hát láttam a kiírást, és tetszett az ötlet, meg ez az egész dolog, és szerintem ugye nagyon szeretek fényképezni, és fogtam, és egyik délután lejöttem, és elmentem sétálni, és úgy születtek, mindegyik úgy született. Miről beszél neked ez a borostyános? Igen, a címe is nagyon mesélő, utat tör magának az élet, de hogy miért gondoltad azt, hogy ez pályamunkára érdemes? Hát azért, mert nekem nagyon tetszett, hogy a lépcsőházban, ahol az emberek bejárnak a lépcsőn, ott pont a növény megy fel, és ő is be akar menni a házba például. És a másik képed az autógumiban a növények? Az ott nagyon tetszett az ötlet, hogy egy autógumi, ami alapból egy környezetszennyező dolognak számít, azt átfestették és újrahasznosították úgy, hogy ne környezetszennyező, hanem a környezetet jelképező legyen gyakorlatilag. Valamit utódolgoztál a képeken? Nem, ezeket nem csináltam velük semmit, ahogy készültek, úgy lettek kiadva, vagy hát kibeküldve. A díjakat Gajda Péter polgármester, Bogó Józsefné az Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke és Tóth Tibor a bizottság szakértője adták át. A három előre kiírt kategórián kívül egy makro külön díjat is megszavaztak Benkő Nórának, akinek képeit a National Geographic is irigyelhetné. Hogyan készítetted ezeket a képeket? Hát így rá kell csiptetni a telefon kamerájára, és akkor egész közelről is lehet képeket készíteni. És hol láttál erről a technikáról? Hát böngésztem az interneten, és egyszer csak így találtam, hogy ilyen létezik. És akkor érdekelt, úgyhogy a születésnapomra kértem, és megkaptam. Mit tesz különleges egy képet? Igazából szerintem a kis apró részletek a legfontosabbak, legalábbis számomra. Olyan dolgokat is lehet látni, amit szabad szemmel nem. Mindig tudod, hogy mi az érdekes, tehát hogy miből lesz az érdekes, vagy pedig amikor előhívod, kinagyítod, akkor derül ki számodra is. Sokszor számítok rá, hogy érdekes, és azért fényképezem le, de valamikor megcsinálom a képet, és csak napokkal később veszem észre, hogy milyen érdekes is felnagyítva. Mi a legfontosabb szerinted ebben a szakmában, amennyiben, hogyha fotós leszel? Hát mindig nyitott szemmel kell járni, és meg kell látni a kis dolgokat, és akkor lehet jó képeket csinálni. A fotókból készült kiállítás január végig látható a Városházán. Megtartották az idei bójai napokat a kispesti Bójai János általános iskolában. A már régi hagyománya a bíró 5 napos rendezvényhez egyre több iskola csatlakozik. Tavaly 11, idén már 13 csapat nevezett be a bójai versenyre. A természettudományos tárgyakból, kémiából, matematikából, biológiából, földrajzból, illetve informatikából zajlott a megmérettetés. A bójai iskolában, csak úgy, mint sok más iskolában, rendszeresen megemlékeznek az iskola névadójáról, Bójai Jánosról. Az ő emlékére minden évben egy 5 napos rendezvényt szerveznek. A programok között egy versenynap is van, amelyre vendégeket hívnak. Ti melyik suliból jöttetek? A Kispesti Ady Endre általános iskolából. És hányan vagytok a csapatban? 8-an. Mindannyian matek tagozatosok vagytok? Nem, eredetileg ének tagozatosok vagyunk, de sok minden. Mármint, hogy sokan vagyunk, ugye, és mindegyikünk ért valamihez, úgyhogy egyikünk sem matek tagozatú. Hogyan készültetek föl a versenyre? Hát mindenki egyénileg készült fel otthon, vagy aki nem értett valamit, azt tanártól kérdezte meg. És izgultok? Én legalábbis nem, én várom.
A verseny 4 természettudományi tárgyból, biológiából, kémiából, fizikából és földrajzból, valamint matematikából és informatikából áll. Melyik iskolából jöttetek? A Vörösmartiból. És hányan képviselitek a Vörösmartit? Hát hányan vagyunk speciálisan? Igen, heten. És hogyan készültetek föl? Izgultak? Hát egy kicsit szerintem, de mindenki izgul. Egy kicsit. Ti melyik iskolából jöttetek? Vajkszigete általános iskola. És hányan képviselitek az iskolák? 14-en, két csapatban. Egy osztályba jártok? Egy évfolyamba. Hányadikosok vagytok? 8-osok. És hogyan készültetek erre a versenyre? Hát a tanárok mindenkit azt szerint, hogy hova akar menni, melyik versenyrészre. A tematika minden évben más. Idén a csúcs technológiára fókuszáltak. A Bolyai Hét idei címe csúcstechnológiák a tudományokban és a mindennapokban. Ez a cím azt próbálja sugallni, hogy a gyerekekben ezt ne csak egy tantárgyi elemet mutassunk meg, hanem elmentünk a MÜPÁ-ba is, ahol a világítás technikát járták teremről teremre, háztűznézőbe jártunk a MÜPÁ-ban. A gyakorlatias oldalra is próbáljuk vetíteni a tudományok szakmaiságát, és nagyon érdekes előadókat hívtunk. Mindjárt a hetet a busz cég megismerkedésével kezdtük. Egy nagyon lelkes fiatal csapat érkezett, Benedek Tamás fiatalember vezetésével. A jövő autójáról, illetve a mostani automodellekről beszéltek is, hogy mibe fog fejlődni, és hogy szeretnék fejleszteni az autókat. Például az automatizálás, tehát hogy nem kell már feltétlenül a sofőrnek figyelnie, hanem mindent maga az autó fog végezni. Nagyon érdekes dolgokat mondtak, hogy körülbelül milyen lesz a jövő autója, még ők se tudják, még gyerekcipőben jár ránuk is. Igazából azt mondták, hogy ez a mi feladatunk lesz, hogy majd jó néhány év múlva, vagy már lassan közeledve mi megalkossuk a jövő autóját. Minek készülsz? Mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Hát a természettudományos tantárgyak érdekelnek, de ez a mérnöki szakma is nagyon tetszett. Ajánlták ott a mérnöki szakmát. Neked tetszik ez a gondolat, hogy nincs az autóban sofőr, csak egy automata kontrollál mindent? Igen, ez sokban megkönnyíteni az életet, hisz nem kéne a sofőrnek teljesen csak az útra koncentrálnia, hanem ő is be tudna kapcsolódni a beszélgetésekbe, amik a kocsiban zajlanak, vagy bármibe. Ezen az előadáson nem csak az történt, hogy hoztak demonstrációs tárgyakat, aminek egyik lényeg az volt, hogy egy pici kis tableten keresztül hogyan lehet vezérelni egy egész kocsit, és vezetni, és kormányozni, és mindent csinálni, hanem emellett még jövőképet is mutattak a gyerekeinknek. Egy nagyon lendületes, dinamikus fiatalember elmondta, hogy mi hova lehet eljutni egy közepes tehetségű gyermeknek, és ez a jövőkép, ez mindig egy olyan homályos dolog a gyerek számára, tovább tanulás is olyan nehézkes, és ez is nagyon pozitívan végződött. Úgy láttam, hogy a gyerekek hittek abban, hogy érdemes jól tanulni. Mennyire foglalkoztatja a mai diákokat a természettudomány? A gyerekek nagyon érdeklődnek, különösen az újdonságok iránt. Tehát minden, ami a technológiai fejlődéssel kapcsolatos, ami tehát akár a természetből a kutatások, akár az újdonságok a technika világából, ez mind-mind nagyon foglalkoztatja a gyerekeket, és erre a hagyományos tanórán elég kevés lehetőségünk van, hogy ilyen újdonságokat mutassunk meg a gyerekeknek, és ezért jó ez a hét, hogy ilyenkor a látóterüket tudjuk szélesíteni. Hogy készültetek a versenyre? Hát én igazándiból nem nagyon tudtam, hogy én melyik csapatban vagyok benne, szóval én igazából mindent átnéztem, matekot, informatikát és a természettudományos tantárgyakat, hogy bármely csapatba kerülök igazándiból. Aktívan össze tudjak venni benne. Milyen programok lesznek még? Mi az, amit vársz? Lesz egy MVM előadás, amire megyünk így egész naposan, a energiaellátást nézzük a városnak. Ez egy érdekes lesz. A világról általában elmondható, hogy sokkal inkább fókuszál ma már az informatikára, illetve a reáltárgyak tudása sokkal fontosabb, mint régen volt. Régen a humántárgyak voltak előtérben. Ezt tapasztaljuk-e a diákoknál? Valóban van egy ilyen odafordulás a reáltárgyak felé?
Én azt érzem, hogy ezt most kezdjük felismerni, legalábbis az oktatás területén, hogy a természettudományos tantárgyaknak jóval nagyobb szerepet kell adni az iskolai életben és a tanítás során is, hiszen ez az, amit használni fognak a gyerekek sokkal inkább, mint a humán részét. És hát ebből van, én azt látom, ma Magyarországon nagyon nagy hiány. Ami pedig a szórakozást illeti, az iskolában kis állatkavalkádot is rendeztek a következő napon, amelyre mindenki elhozhatta házi kedvencét. De legyen szó kiállításokról, sofőr nélküli autóról vagy 3D-ben rajzoló ceruzáról, a gyerekek nem feledkeznek el a múltkor nagyjáról, Bolyai Jánosról. Matematikus volt, hát értett a természettudományokhoz is, természetesen nagyon sok dolgot fedezett fel, hogy így mondjam, amit már előtte egyébként felfedeztek, csak ő nem tudott róla értesülni. Szóval egy nagyon okos ember volt, szerintem legalábbis. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ő a névadója az iskolánknak. Élettel teli órák a kispesti kaszinóban keddenként 3 és 7 óra között. Ilyenkor zenés táncos klub délutára várja nyugdíjas vendégeit, Hesz Magdi és Somogyi Károly. A vendégek rendre meg is jönnek, és fiatalokat megszégyenítő energiával és jókedvel ropják egész délután. Kispesten van nyugdíjas élet, akár oktatásról, akár sportról, vagy szórakozásról van szó. A nyugdíjasokról, a nyugdíjas korról többnyire a nagyot halló készülék, a sétabot, az ősz haj és a hajlott hát jut az ember eszébe. De a világ változik, és kiderült, a bölcsességnek, az élettapasztalatnak nem feltétele a nagyot hallás, és az időskornak nem kötelező velejárója a rossz kedv, a bezárkózottság. Erre bizonyíték a kispesti keddi Nosztalgia Táncklub is. Mennyien szoktak lejárni, mettől meddig van ez a klub foglalkozás? 30-an. 28, 30, 40 között törzstagok, tehát mindenkinek megvan a kis asztala, ha bejönnek, akkor ők már mennek a helyükre. Ha úgy téved be valaki, hogy nem ismerős, akkor van olyan asztal, ahova oda tudom ültetni, de mondom, itt megvan mindenkinek a helye, tehát törzs helye van. Vannak ilyen törzstagok? Vannak, igen. Van egy úgynevezett kemény mag, az még előtte a Mészáros Lőrincben voltam a 45-ben, ott volt klubunk, nekem ott, aztán jöttem ide át, és azon 10-12-en, tehát az abszolút minden kedden itt vannak. Mennyire aktívak a vendégek? Végig. 3-tól 7-ig végig. Van a szünet, van egy kis tombola, van egy kis ének, ha van olyan énekes, akkor egy-két számot elénekel, de utolsó, tehát végig vannak. De rendesen, ugyanígy ropják, ahogy most az elején. A klub vezetője 3 éve M. Hesz Magdi. Az ő jobb és bal keze Marika és János, a tomboláért Rózsika felel, a hangulatért Rugó Láb Juli, a rangidős pedig a 92 éves Katika, aki elsőként lép a parketre és utolsóként hagyja azt el. Hogyan készül erre a klubra? A reggel, mikor föl kell kedden, akkor már... Hát reggel is fölkeltem, lezuhnyúztam, hajam megmostam, lányom megcsinálja nekem. És akkor aztán egész nap úgy ezt rakok, azt teszek, amazt teszek, és megfőzünk, megebédelek, és úgy jövök. Miért szeret ide járni? A társaság miatt. Meg magam miatt is, hogy egy kicsit mozogjak. Főleg a társaságot nagyon szerettem. Számon tartják egymást? Hát igen. Csak itt találkoznak? Nem. Milyen programokat csinálnak még? Nagyon sokat kirándultunk, meg másik klubba is elmegyünk, hogyha ott is van jó zene. Oh,
A klub tehát nem csak arra jó, hogy megmozgassák tagjaikat a tagok, hanem arra is, hogy közösségben legyenek, sőt, hogy itt megismerkedjenek esetleg valakivel, akivel klubon kívül is együtt tölthetik szabad idejüket. Gondolta, hogy ilyen kaland vár még magára? Nem, nekem 2 éve halt meg a férjem, és a barátnőm unszolására jöttem el a klubba, és hát a Józsi, amikor felkért, akkor egyből elolvadtam, nem gondoltam, hogy ilyen létezik, és nem vagyunk fiatalok, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon megszerettük egymást. Miért gondolta azt, hogy még idősebb korban is történhetnek az emberrel ilyen dolgok? Merni kell. Egy éve, hogy megismertem, egy bulin voltunk a Volánba, és akkor láttam meg, és akkor azt mondtam, hogy ő lesz az, aki nekem a párom lesz. És most már 5 hónapja. Lényegében azt lehet mondani, hogy együtt vagyunk, de én nekem is van egy lakásom, neki is van egy lakása, és nagyon jól meg vagyunk. Mit találnak meg ilyenkor még a kapcsolatban? Alkalmazkodni kell. Nekem volt már szerencsém, tehát én már 3 házasságból kiléptem, és már most már tudom, hogy mit jelent az, hogy alkalmazkodni a másikhoz, és eltűrni a másiknak bár akarni. Igaz, hogy neki még abszolút nincsenek semmi rigójái, úgyhogy nagyon-nagyon aranyos, és azt hiszem most már, hogy ő lesz az utolsó. Úgyhogy. És önnek mit tud hozni meg egy új kapcsolat? Hát a szeretetet kapom, rettenetesen kapom a szeretetet. Úgyhogy az olyan földön túli nekem, hogy a mennyországban vagyok, hogy annyira tud szeretni a drágám. Zsuzsa és József nem az egyetlen pár, akik itt ismerkedtek meg és találtak egymásra. Ők valamennyien azt bizonyítják, hogy érzelmeink, bár a kor előre haladtával természetes módon halkulnak bennünk, bármikor képesek újra felerősödni. És arra is, hogy melegségre, szeretetre mindenkor mindenkinek szüksége van. Mit szeretnek itt a klubban? A zenét, az nagyon jó a zene, a tánc, a vidámság és teljes kikapcsolódás. Ez a klub, ez nagyon jó klub, mert elég régen működik, 6-7 éve már együtt ez a társaság, és jó, a zene is nagyon. Szépen felöltöznek, alig várják, ez élteti őket. Tehát szinte várják a születésnap, névnap, vagy bármi van már, akkor hozzák a kis motyójukat, és mondjuk az a jó, itt nincs büfé semmi se, meg van engedve, hogy mindenki behozza a kis sósütemény, üdítő, vagy bármi, vagy egy kávé. Úgyhogy nagyon fantasztikusak, nagyon szeretem őket. A zenét Somogyi Károly szolgáltatja, keringő, rock'n'roll, twist, gyorstól a lassúig, maitól a régig, bármit eljátszik. A vendégek ragaszkodnak hozzá. Akinek van kedve az élet valóságos figuráihoz, példaképekhez, és szeretne egy eleven közösséghez tartozni, annak kedden a Kispesti kaszinóban van a helye. Egy új mozgalom, a Jáci Foci Kispestet is elérte. December 10-én Mikulás Kupa keretein belül rendezték meg első alkalommal a fiúk és lányok számára egyaránt kiírt versenyt, amelyen közel 120 gyermek 12 csapatot alkotva harcolt az önkormányzat vándorkupájáért. A kerület vezetői szeretnék, ha minél több család jutna változatos sportolási lehetőségekhez Kispesten. Ha decembert írunk, akkor kezdetét veszi a Mikulás kupák sorozata. Kispest iskoláiban számos versenyt rendeztek, még november 30-án szerdán a Gábor iskolában asztali tenisz, csütörtökön az Adi iskolában kidobós, pénteken a Vas iskolában röplabda, szombaton az Ötvös iskolában óvodásváltó versenyt, a Bolyai, a Puskás és a Vas iskolában pedig focitornákat rendeztek. A Vas Lajos általános iskolában pedig december 10-én szervezték meg először a Jáci Foci Mikulás Kupa labdarúgó versenyt, amelyen 10 és 12 év közötti fiúk és lányok vettek részt. A sport nagyon sok mindenre megtanítja a gyerekeket, a felnőtteket, és azt gondolom, a sport mindig több annál, hiszen közösségre nevel, magatartási formákra nevel, ezért mi minden ilyen törekvést támogatunk. Hozzá kell tennem, hogy ez a mai torna az országban az első, ahol a Jáci Foci csapatokat felhoztuk Budapestre, és mit házigazdák biztosítjuk a számára ezt a lehetőséget. A Jáci Foci egy egészen új fogalom. Zsíros László mintegy 2 hónapja indította el ezt a mozgalmat Borsod megyében, a terjeszkedés pedig azóta is zajlik. Játszi, értsd, játszótéri foci.
Játszifoci egy mozgalom, ami a rendszeren kívül lévő gyerekeknek a lehetősége arra, hogy futballozni tudjanak. Tehát konkrétan azok a gyerekek, akik se a Bazsik programban nincsenek benne, se semmilyen egyesületben nincsenek, ezek a gyerekeket szedtük össze mi egy játszótereken, romatelepek melletti pályákon, strandokon, gyakorlatilag egy újabb merítési lehetőség a magyar futballnak, hogy olyan gyerekeket felfedezzenek, akik semmilyen rendszeren nincsenek rajta. Mi örömmel jöttünk a alpolgármester úrnak a meghívására, örülök, hogy Kispestre, Puskás Ferencnek a szentélyébe jöhettünk. Nagy örömmel jöttünk, úgy érzem, hogy nagyon sportszerű, nagyon jó csapatok voltak, profi módon volt minden megrendezve, én merem remélni, hogy ennek lesz folytatása. A játszókupának az a történetét, olyan gyerekek kerülnek ebbe a rendszerbe be, akik valamilyen egyesületig nem tudnak eljutni akadémiákhoz, ugyanakkor kedvelik ezt a sportot. Csellengenek a lator telepek környékén, egyébben máshol, és ezeket karolja fel ez a fogalom, és ezért kerültek ki ők is ide, és ahogy látjuk, egész komoly gyerekek vannak már itt, egész tehetségesek, de a legfontosabb, legyen egy helyük, ahol tudnak sportolni, együtt lenni. A tornán a harmadik helyért a Diósgyőr és a Ladány Bene csapata játszott, végül pedig az utóbbi fiúkból és lányokból egyaránt álló csapat szerezte meg a bronzérmet. A döntő egyoldalúra sikerült, a Vasas 4-0-ra győzte le a Csepel csapatát. Milyen volt ez a mai torna, hogy éltétek meg, mennyire tetszett? Hát egy picit fárasztó volt, de szerintem nagyon jó lesett. Ugyanaz, nagyon jó játszottak ők is, hát nagyon jó játszottak, nem tudok mit mondani. És milyen élmény volt megnyerni ezt a mai tornát? Szerintem nagyon jó élmény volt, remélem, hogy jövőre is lesz ilyen. Remélem én is, nagyon jó volt, jól játszottunk, mások is jól játszottak. Ti mióta fociztok? Én focizok vagy 6 éve, mert nagyon szeretem a labdákat, és szeretek mozogni nagyon. Én 4 éves korom óta focizok. És miért kezdtetek el annó focizni? Mert hát én azért kezdtem el, mert néztem meccseket az apukámmal, és megtetszett nagyon a játék. Nekem is. A Csepel játékosainak hangulatát azonban egyáltalán nem rontotta el hosszú távon a döntőbeli vereség. Örültek mindannyian annak, hogy együtt játszhattak egy jót. Milyen élmény volt ma ez a Jáci Foci Kupa? Hát nekem nagyon jó élmény volt, meg szerintem nekünk is. Hát sajnos kikaptunk, majd legközelebb jobbak leszünk. De szépen csillog ez az ezüstérem is. Milyen élmény volt a második helyet megszerezni? Hát amikor kikaptunk, az nem volt túl jó érzés, de utána, hogy második, az tök jó volt, hogy másodikak lettünk. Mióta focisztok ti együtt egy csapatként? Egy csapatként 1 éve, másfél. És voltatok már versenyeken is korábban? Sokszor is, de ott is nem voltunk nagyon döntő nyertesek, csak másodikak vagy. Vagy harmadikak. De az első sikik is voltunk. És mennyire szeretitek egymást, mennyire szerettek egy csapatként így együtt játszani? Hát szerintem az egész csapat nevében szerintem egy jó kis csapat vagyunk, és máskor sikerülni fog. Jövőre is jöttök majd erre a Jáci Kupára? Igen, persze, szerintem jövünk is, szerintem meg is fogjuk nyerni. És mi volt az, ami miatt nagyon tetszett nektek ez a mai rendezvény? Hát mert volt lánycsapat is, és ugye elvertük őket, és ez motiváltatott minket, hogy a döntőbe is jól játszunk. A kupán mintegy 5 órán keresztül rendezték a mérkőzéseket. Nagyságrendileg 120 játékos vett részt a tornán, 12 csapatot alakítva. A csapatok először külön csoportokban küzdöttek, majd következett az egyenes kieséses szakasz. Egy meccs 15 perces volt, ha döntetlen lett, akkor pedig 7 méteres rúgásokkal dőlt el a továbbjutás sorsa. Vegyes csapatok is lehettek, azaz fiúk és lányok együtt is játszhattak, de volt 3 csapat, amely csak lányokból állt. Erős János, aki Kispesten elsőként kezdte el segíteni a Jáci Foci mozgalmat, tudja, hogyan lehetne ezt még ismertebbé tenni. Előbb vagy utóbb, lehet, hogy majd ki fognak jönni edzők, és onnit elviszik a grundra gyerekeket, mert például lent Borsod megyében, ahol elkezdődött ez a torna, ez a Jáci Foci, Borsod megyéből, ott volt a Diósgyőr M1-es csapata, például Elek, válogatott játékosok, és a női csapat elvitt már 4 kislányt, leigazolt. És ez jó lenne, és ide is majd kijönnek majd egy pár edző majd, hogy megnézzenek, és ide elvigyék a jó, legjobb gyerekeket. És így, ezt szeretnék. Meg az, hogy segítene, aki tud még.
A legelterjedtebb sportág napjainkban kérdés nélkül a labdarúgás, így nem meglepő, hogy minden gyermek legalább egyszer kipróbálhatta. Elég hozzá gyakorlatilag egy labda, és a játék már is mehet. Arról nem beszélve, hogy a különböző elektronikai eszközök terjedésével már virtuálisan is a sportág rabjai lehetnek az ifjú generáció tagjai, ennek is köszönhetően pedig még könnyebben és még szorosabban szerezhetnek követendő példaképeket, és választhatnak maguknak kedvenc focistát vagy pedig csapatot. Ki a kedvenc focistád és melyik a kedvenc csapatod? Ronaldo és Real Madrid. Real Madrid és Sergio Ramos. És miért éppen a Real Madrid tetszik nektek? Hát benne van egy csomó jó játékos, és jó a taktikájuk. Nagyon jól teljesítenek minden évben. És mi a célotok a fociban? Nagy sztárok akartok lenni? Igen, nagyok. Nekem is. Kispestnek mindig nagyon nagy hagyományai voltak a labdarúgás terén többek között, hiszen emlékszünk Puskásra, Bozsikra, többiekre. Mi ezt a hagyományt ilyen próbával próbáljuk ápolni, és reméljük, hogy innen is majd a kispesti gyerekek közül valamikor nagyon jó futballisták fognak kikerülni. Tehát Kispesten a sport az mindig egy kiemelt téma volt, hiszen itt vannak nagyon komoly más szakosztályok is, de a labdarúgás egyik szívünk csücske. A győztes csapat megkapta az önkormányzat vándorkupáját, emellett pedig a legtöbb gólt szerző játékost, tehát a gólkirályt, a legjobb mezőnyjátékost, a legjobb kapust és a legsportszerűbb játékost külön is díjazták. Nagyon jó hangulatú volt, mi a magunk részéről elláttuk a gyerekeket egyéb tárgya, illetve egyéb más dolgokkal is, vízzel, pogácsával, zsíros kenyérrel. Úgy láttam a jó részünket, és szerintem mi jövőre ugyanígy adunk ennek egy lehetőséget. Mi ebből szeretnénk Kispesten a Jáci Foci Mikulás kupából egy évente megrendező tornát lebonyolítani, és remélem, hogy jövőre is legalább ennyien fognak jönni. És jövőre már lesz Kispestnek csapata? Szerintem már is van, csak még nem volt elég az ő számukra ez vonzó. Én bízom benne, hogy 2-3 csapat kispesti színekbe is fog indulni. Biztatjuk tehát a kispesti gyermekeket, bátran rúgjanak labdába a közeljövőben a Jáci Foci keretein belül. A KMO rendszeres vendége a Tártkapu Színház Társulata. A rendhagyó színházi előadások célja az, hogy gyógyítsák a fellépők és a nézők lelkét a művészet, a mese és a játék segítségével. A társulat művészeti vezetője Molnár Ildikó 6 éve állítja össze a repertoárt, vezéni le az estét, teremt hidat néző és előadó között. Egyik legutóbbi előadásuk címe Homo Ludens, vagyis a játékos ember volt. Homo Ludens című műsorunkat elkezdjük, a játékos ember azt jelenti, a minden ember játékos, bennünk lakik egy gyermek, ezt jó megőrizni. A játékosság azt jelenti, hogy kíváncsiak vagyunk, felfedező kedvünk van, kérdezni tudunk, alkotunk, tovább gondoljuk a dolgokat, kipróbálunk dolgokat, szeretünk együtt játszani, szeretünk versenyezni, szeretünk valamire rácsodálkozni. Jó ezt a játékosságot megőrizni. A Tártkapu Színház 2005-ben az egykori Lipót mezőn jött létre, azzal a küldetéssel, hogy a szép szó, a zene, a vers, a tánc, a látványelemek segítségével enyhülést, felfrissülést, vigaszt nyújtson a megfáradt lelkeknek. Az eleinte elsősorban terápiás célból működő gyógyító színházi társulat szép lassan igazi műhelyén nőtte ki magát. Olvashatjuk a színház honlapján is. Itt rúghatsz és nyomhatsz és húhatsz és kívesz minden olyan laktató. Ezek a kitekintések, amikor már nézők előtt szerkesztett műsorban, tematikus műsorokban mutatják meg a műhelyben végzett munka eredményét a résztvevők. Ezek már arról is szólnak, hogy nekik hatalmas sikerélményt jelentenek, hiszen látják, hogy hát ez nem csak a négy fal között, és csak arról szól, hogy no, most akkor jól van, te gyógyultál, és akkor rád ez jól hat. Ez is nagyon fontos, hanem hogy ők is tudnak adni. Különös.
gyönyörű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngy gyűrű, bűvös kulcs és gyertyalángja, színes árnyék, ördög lámpa. Móri Zsigmond, török és a te. Volt egy török Mehemet, sose látott tehen. Nem is tudta Mehemet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemet lát egy csomó tehenet. Én vagyok a Mehemet, mi vagyunk a tehenek. Csodálkozik Mehemet, ilyenek a tehenek. Számolgatja Mehemet, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehemet, háromféle tehenek. Fehéret, feketét, farkát. Meg ne fogd a tehén farkát. Nem tudta ezt Mehemet. Sperrták a tehenet. Ők ilyenkor teljes értékűnek érzik magukat, és annyira felemelkednek, és megnő a szívük, lelkük, egészen kinyílnak, nagyon sokat gyógyulnak ilyenkor, mentálisan, minden értelemben. Van egy ilyen előadásban? Sok munka van, de egyre nagyobb a rutinunk, nekem is, nekik is, és mivel, hogy folyamatosan lehetőséget kapunk itt a KMO-ban, hogy fellépjünk, ezért tulajdonképpen néha két hónap, van, hogy három, de van, amikor csak egy vagy öt hét, hat hét, majdnem úgy, mint egy profi színházban. Úgyhogy mivel rendszeresen hétről hétre 6-8 órát, plusz még a főpróba készülünk, így ez elég. Vannak saját produkciók, amelyek nem csak az előadás módjukban, de egészükben láttatják a nézővel a szerző lelkiségét, mélységét, nehézségét, örömét, feloldozását. Kézművesség, a zongorázás, a furulyázás, tehát hogy ezek mindegy, hogy mit csinálnak, illetve bizonyos tagok, alkotók is, előadók is,
Így egy nagyon érdekes műsort szerkesztettünk ebből, hogy tulajdonképpen a képzőművészet volt a látvány, a színház, a zene volt ugye a hangzótér, és a versek pedig hát a szó, a szóval gyógyítás, a szóval teremtés, a szó mágia. Ez egy ilyen jellegű műsor volt. A művészeti vezető Molnár Ildikó tanít drámajátékot gyerekeknek, rögtönzést bibliai színházban, van saját előadói estje, és vásári komédiában is fellép. Itt a gyógyító a pedagógiai énjét éli ki. Az egész estét moderálja, narrálja, vezeti. Egy hidat képez előadó és közönség között. Jelenléte helyére teszi a mozaikokat, teljes egész képet nyújt az előadásról. Hozzászólásaival, magyarázataival, észrevételeivel segíti a nézőt és fellépőt a flow élmény megélésében. Van petit schlengruber, és a zsebbó, új épp a ligetbe, oly vidám, új épp, hogy mulaton épp. Ha süt a nap, kedves, de eső benned lesz, új épp a ligetbe szép. Az egymás iránti érdeklődés, az egymás felé érzett bizalom az egész előadás alatt átitatja a KMO kistermét. A nézők legjobb, ha nem elvárásokkal, hanem nyitott szívvel érkeznek és tekintik meg a produkciókat. Mert ebben az esetben a hatás, a feltöltődés és a meghatódottság biztosan nem marad el. Új hírekkel, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk, ugyanitt, ugyanekkor. Ha programot vagy egy-egy kerületi eseményt szeretnének a figyelmünkbe ajánlani, hívjanak minket vagy írjanak. És ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!